Ugye egyetértenek abban, hogy a legtöbb szülő egyáltalán nem szeretné, hogy gyermeke valaha is fegyvert fogjon a kezébe. Kivételek persze mindig vannak. Nálam ugye ez eléggé egyértelmű volt a szüleim révén, hogy nálunk ugye a család vadásznak is, meg a szüleim is sportlók voltak, úgyhogy így nálam ez eléggé könnyedén ment, és könnyedén el tudtam jutni, hogy fegyverhez üssek. Hány éves korodban fogtál össze fegyvert kezedbe? Hát én ezt így nem tudom elmondani, szerintem amint már meg tudtam fogni egyből. Péni István szülei maguk is sportlövők voltak. Édesapja, idősebb Péni István, Európa-bajnok futócéllövő. István fiatalkora ellenére magabiztos sportoló. Úgy tűnik, tudja, mi kell a sikerhez ebben a sportágban. Hát az alkat természetesen egy kicsit az itt is számít. Nálunk hát fejben, hogy ott legyen és hogy tudjon koncentrálni és mindig a legtöbbet nyújtani. Az eredmények nem is maradnak el. Elmondta eddig, mire a legbüszkébb. Az, hogy 2012-ben a Junior Európa-bajnokságon, az azt jelenti, hogy a 21 évesek között ott negyedik helyen végeztem. Ez, ami most jelenleg így a legnagyobb. És az, hogy most kijutottam természetesen az ifjúsági olimpiára. Az a másik, és ott a kvalifikációt megnyertem. Ilyen múlttal és jelennel a jövő is fényesnek tűnik. És hogy mi legnagyobb álma? Így Rióba kijussak, ez lenne az első, és akkor utána, hogy valamelyik olimpián esetleg egy aranyérmet szerezni. Az Új Európa Alapítvány felszerelés beszerzésében segítette Istvánt.